a mostani nevelési évünket 9 óvodai csoporttal tudtuk elindítani, ebből 2 azonos életkorú csoportot tudtunk szervezni. Az egyik csoport kis csoport, a másik pedig nagy csoport. Tehát olyan gyerekekből áll ez a nagy csoport, akik a következő évben iskolába mennek. Most ezeknek a gyerekeknek ideális számukra abból a szempontból ez a csoportszervezés, hogy nagyrészt azonos pszichés és fizikai tulajdonságokkal, adottságokkal rendelkeznek, és ez nagyban megkönnyíti a pedagógusok eredményesebb nevelőmunkáját. Ilyenkor lehetőség nyílik az életkori sajátosságok legmegfelelőbb figyelembevételére és ennek a munkának a megvalósítására. A közös tevékenységek során, tehát a foglalkozások idején gyorsabban és hatékonyabban történik az ismeretek átadása, a tanulás, hiszen ilyenkor a differenciálás nem olyan problémás, mint mondjuk, ha együtt van egy 3 éves, meg egy 6 éves kisgyerek. Tehát egy ilyen életkori különbséggel rendelkező gyerekek nevelésének a megvalósítása jóval nehezebb. Most ezzel nem azt akartam mondani, hogy egy sablont valósítunk meg, vagy teszünk rá így a gyerekekre, vagy minden gyereket egyformán próbálunk fejleszteni. Itt is muszáj figyelembe venni az egyéni különbségeket, tehát a differenciálás ebben a homogén csoportban is ugyanúgy megvalósul. Tehát itt eredményesebbé teszi a homogén csoportban az azonos, hogy azonos életkorú gyerekekkel foglalkozik a pedagógus. Nincsenek az eltérő életkorból adódó nehézségek, amik nehezítenék a pedagógiai munkát. Gondoljunk bele, hogy mekkora nehézséget okoz mondjuk egy beszoktató, síros kisgyerek egyidejű foglalkozása egy olyannal, aki mondjuk iskolába készül. És felmerülhet ilyenkor a kérdés, hogy vajon nem sérül-e egyik vagy másik életkornak az érdeke. Az tény, hogy a vegyes csoportban a szociális érzékenység, az egymásra való odafigyelés az jobban fejlődik, tehát hangsúlyosabb, tehát a szociális készségek szélesebb spektrumon tudnak fejlődni. Nagyobbakban benne van az, hogy majd én megmutatom, hogy kell csinálni, a kicsiben pedig az utánzás, ami természetes számára. Tehát kétségtelen, hogy a vegyes csoportnak megvan ez az előnye, ám azt sem szabad elfelejteni, hogy a nagycsoportosnak merőben más az igénye, mint egy kiscsoportos vagy egy kisebb gyereknek. Őket már fel kell készíteni az iskolára. Nem egyszer tapasztaltam és mondták nekem szülők, hogy azt vették észre, hogy a nagycsoportos gyermekük mintha visszafejlődne, mintha visszahúznák a kicsik. Igen, valóban tapasztalható ilyen. Nagycsoportosoknak más az igénye, őket már fel kell készíteni az iskolára. Itt nagyon fontos, hogy olyan készségeket, képességeket, pszichés funkciókat alakítsunk, erősítsünk, amely nélkülözhetetlen a sikeres iskola kezdéshez. Ilyen a figyelemtartossága, a monotónia tűrés, az emlékezet megfelelő fejlettsége, a gondolkodás, a beszéd, a szókincs megfelelő fejlettsége. Ha mindez nincs meg, nem megfelelő szinten fejlődik, alakult ki, akkor bizony annak a kisgyereknek nehézsége adódhat az első osztályban. Mi mindent megpróbálunk megtenni itt annak érdekében, hogy tényleg innen a mi óvodánkból sikeres kisgyerekek kerülhessenek és tudjanak az iskolában sikeresen produkálni. Nagyon szeretnénk, ha a szülők megismernék ezt, ennek a homogén, tehát a nagy csoportnak a lényegét, az előnyét, szeretnénk nyílt napokat szervezni számukra. Bármelyik óvodai csoportból nagyon szívesen látjuk őket, de tényleg nagyon szeretnénk, ha megismernék ennek az előnyét. Igazából az lenne a célunk, hogy majd a következő nevelési évben szeptembertől is, és minden szeptemberben tudnánk indítani egy olyan csoportot, ahol tényleg kifejezetten az iskolára készítjük fel a gyerekeket. Ami persze nem azt jelenti, hogy a játékot elhanyagolnánk, vagy nem, az életkornak megfelelően törődnénk velük. Nem, kisiskolát szeretnénk,
hanem olyan óvodai csoportot, ahol tényleg koncentrálunk az iskola előtti, tehát az iskolára való felkészítésre.